szép jó reggelt kívánok nektek! Ismét sok szeretettel köszöntelek titeket a Vlogmas részben, a következőben, azt hiszem ez már a negyedik, vagy az ötödik, de mindig várjatok csak. Picit beljebb húzom az ajtót. Szóval, itt mögöttem a szállítót láthatjátok, mert most beraktam ide, és egy picit rendetlenséget, mert már itt van a karácsonyfánk, de a lényeg, hogy most megyünk Kiskunhalasra, és igazából egy szülinapra vagyunk hivatalosak. Az egyik márkaszalonnak a tulajdonosa hívott meg minket, ahol egyébként Kiskunhalason elég sokszor felléptünk nyár folyamán, és oda megyünk. Mert végül is vendégségbe, és lehet, hogy énekelni is fogunk. Úgyhogy egy kis gyors minket gondoltam mára, és ahogy csinálni folyamatot, tehát, hogy mutatom nektek. Szóval feltettem egy kis alapozót a Visitől, most pedig egy kis puderrel fixálom az egészet, és persze egy kis 2-10-es korrektort is. Csak elég gyors minket kell csinálnom, hiszen el kell indulnunk körülbelül 15 perc múlva, és még be is kell pakolnom, mert ott fogunk valószínűleg aludni egy wellness szállodában, úgyhogy lesz, remélem, bőven mit forgatni. Nem tudom, hogy milyen sminket készítsek, amit gyorsan megvan. Lehet, hogy csak egy tust fogok húzni. Először is a szemöldökömet megcsinálom, illetve ugye holnap lesz nekünk Szilaj című musical a Lovas Színházban, és délután 3-kor, és arra is igazából vinnem kell cuccokat, sminket, úgyhogy egy kicsit macerás ez, hogy ott fogunk lehet aludni, de úgy kell vinnem minden cuccot, mint hogyha mondjuk holnap már nem jönnénk haza, mert valószínűleg nem is jövünk egyébként. Úgyhogy most egy kis pomádét tettem a szemöldökömre, ez a jól megszokott Rebel Loves Me-s szemöldök pomádé. Sokan szoktátok egyébként kérdezni ezt a szemöldök dolgot, én is nagyon nehezen és sokáig tapasztaltam ki, hogy mi az, ami megfelelő és olyan eredményt hoz, mint amit én szeretnék, és ez abszolút olyan. Egyébként rájöttem, hogy miközben a szemöldökemet csinálom, nem tudok beszélni. A szám egy picit ki van száradva, mert tegnap elég hideg volt, és ugye tegnap is játszottuk a Szilajt, úgyhogy igen, azt láthatjátok, hogy picit száraz a szám, és lehet, hogy emiatt csak szájfényt fogok most enni, és nem fogok ilyen matrúst. Illetve Kiskunhalason is van egy ilyen kis karácsonyi sokadalom, szeretnék oda is elmenni, ha már ott vagyunk. Szóval ez egy ilyen kis önfelett hétvégének ígérkezik, azzal a kivétellel, hogy holnap játszunk. Na, most találtam egy ilyen kis smink, nem tudom mi, hogy hívják ezt az egyes ilyen mono szemhéjpúdert. És ezt igazából megpróbálom az egész szemhéjamra felvinni, ilyen gyors sminkként. Jól eldolgozom, ezt kaptam valakitől ajándékba, már nem is emlékszem, hogy kitől, lehet, hogy nővéremtől egyébként, szülinapomra. Elég jó, jól eldolgozható, és viszonylag jól is pigmentált, ezt még nem is próbáltam, most nyitottam ki először. És akkor húzni fogok egy tust, és szerintem ez lesz most a mai sminkem. Viszont holnapra dobok be pár ecsetet, amivel fogok dolgozni. Jó, igen, egy kis, most picit össze-vissza haladok, amiatt, mert közben pakolom be a holnapra a sminkeket. Most egy kis ilyen bronzert, kontúrt felteszek az Essence-től. Jaj, de nagyon hosszú lesz ez a videó, úgyhogy picit meggyorsítom. Most indulunk Kiskunhalasra, próbálok videózni útközben, hogy lássátok, hogy milyen jó kis helyeken kirándulunk.
Sziasztok, meg is érkeztünk a helyszínre, ahol a születésnap van. Ez a Pirtó Ranch, vagy Pirtó Lovarda étterem és panzió. Itt lesz maga a születésnap, úgyhogy hát megyünk is be. Elég közel van egyébként Kiskunhalas belvárosát, hogy nézzétek, de cuki a kiskutyusok! Na, sziasztok! Képzeljétek el, hogy hazaértünk. Eléggé máshogyan alakult a mai nap, mint ahogy terveztük volna. Úgyhogy Kiskunhalasról igazából hazaértünk, nem volt kedvünk ott aludni szállodában. Olyan bonyolult lett volna, vagy valahogy olyan bonyolultnak éreztük most. Úgyhogy inkább úgy döntöttünk, hogy hazajövünk és pihenünk. Egyébként már 11 óra van, szóval az ennyire nem korai. Annyi volt, hogy elmentünk Kiskunhalasra erre a szülinapra, ott ettünk, ittunk, jól mulattunk és hazajöttünk. Még beültünk a helyi pizzériába, és ott ettünk egy ilyen, én egy paradicsomos tésztát, utána pedig egy csoki szuflét, és igazából olyan fáradtnak érzem magam, vagy nem tudom, minden este olyan későn értünk haza a próbák miatt, úgyhogy most időben szerintem ágyba fogok tudni kerülni, még évfél előtt, bár azért ez nem biztos. Úgyhogy igazából ennyi van, hogy most nézem az X-faktort. Egyébként nem tudom, hogy most lezárjam ezt a videót, vagy egyáltalán kise rakjam, de nem szeretném azt, hogy kevés vlog videó legyen fenn, vagy vlogmas rész. Most ez nem annyira karácsonyos, és nem sok minden történt, talán a smink, ami a leghasznosabb. És azt, hogy most elmondom az X-faktorról igazából a véleményemet, nem annyira követtem ezt az évadot figyelemmel, sőt, megmondom nektek őszintén, hogy ugye én a 2014-es X-faktorban voltam versenyzőként élőadásban, és azóta nem nagyon vagyok képben ezekkel az évadokkal, az Opitz Barbie évadát talán néztem egy ideig, és őt nagyon szeretem a mai napig, most meg, most ez a Kocsis Paulina, illetve Ali versenyeznek a győzelemért. Az Alit nagyon, Ali, vagy nem tudom, hogy mondják, őt nagyon, én nem tudom, így szimpatikusnak találom, ugye a TikTokon nagyot ment ez a Nincsen Gond című dala, és megmondom őszintén, hogy én is megcsináltam a TikTokomon, tényleg, hogyha már itt tartok, akkor kövessetek be TikTokon is, Iris Jennifer néven, szóval én is csináltam egy ilyen kis éneklős videót rá, és... Szóval, hogy Ali nekem nagyon szimpatikus, tetszik, amit csinál, korszakalkotó, nem megszokott, úgyhogy én megmondom most nektek őszintén, hogy neki szurkolok. Sokan Kamillának szurkoltak most, és ki vannak borulva, hogy ő kiesett. Nem figyeltem a műsort, talán egyszer láttam, ahogy énekelt félig meddig egy vacsora közben.
Most pedig Kocsis Paulina énekel. Az az igazság, hogy Ali nekem pont ezért tetszik jobban, mert nem egy úgymond szimpla énekes, hanem valami újat, valami mait, valami korszakalkotót csinál, és jó, a rap annyira nem korszakalkotó nyilván, de szerintem egy X-faktorban, hogyha mondjuk ő nyerni meg, most ugye még a győzelem előtti pillanatokban vagyunk, ezt nem tök jó lenne, én nem hiszem, hogy ilyen rapper nyert X-faktort, és én nagyon szurkolok neki, úgyhogy igazából ennyit tudok nektek elmondani, a mai nap picit ilyen össze-vissza volt, nem volt megtervezve igazán, ugye arról volt, hogy ott alszunk, de nem szerettem volna, nem volt annyira jó a szálloda sem ott, úgyhogy, meg ugye holnap játszunk, Szilaj című előadásunk lesz a Kincsenparkban, és arra is vinni kellett volna minden cuccot, és az úgy bonyolult lett volna. Úgyhogy így döntöttünk, hogy hazajövünk, és pihenünk egy kicsit, és szerintem holnap is megpróbálok nektek vlogolni, ha van kedvetek, akkor nézzétek majd azt is, csinálok ilyen kis háttérvideókat a backstage-ből akár az előadás közben, úgyhogy találkozzunk a következő vlogmas részben, ami szerintem nem sokára lesz, pár nap múlva láthatjátok azt is, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig nem tettétek volna, megnyomjátok be a csengőikont, hogy kapjatok értesítést is a videóimról. Puszi!